Megtámadta az ítélőtáblánál Alexandru Muraru jászvásári liberális politikus a diszkrimináció ellenes tanács Orbán Viktor tavalyi tusványosi kijelentéseivel kapcsolatos döntését. A tanács elnöke szerint várhatóan a bírók is a nemzetközi közjog elveit alkalmazzák majd. Megtámadta az ítélőtáblánál a Nemzeti Liberális Párt Jas megyei szervezetének elnöke az Országos Diszkrimináció ellenes tanács Orbán Viktor magyar miniszterelnök tusványosi kijelentéseivel kapcsolatos döntését. Alexandru Muraru kifogásolja, hogy a testület nem szankcionálta a magyar miniszterelnököt. A román politikus emlékeztet, tavaly augusztusban jelentette fel a testületnél Orbán Viktort, aki szerinte rasszista és idegengyűlölő kijelentéseket tett Tusnád fürdői beszédében. A diszkrimináció ellenes tanács döntése értelmében Orbán Viktor jogi felelősségre vonása nem lehetséges, mert Magyarország miniszterelnökeként diplomáciai mentességet élvez Románia területén. A testület elnöke Asztalos Csaba elmondta, Alexandru Muraru nem a bukaresti táblabíróságot választotta, a jászvásárén nyújtotta be fellebbezését. Mint mondta, olvasta a tanács indoklását, jómaga nem vett részt a testület döntésében, előzőleg ugyanis nyilatkozott a mentelmi joggal kapcsolatban. Védekezni fog a tanács, véleményem szerint a mentelmi jognak az alkalmazása az nyilvánvaló ebben az ügyben. Hát én azt várom, hogy a bírók is a nemzetközi közjognak az elveit alkalmazzák. Ez egy elsőfokú bíróság, az ügy eljuthat a legfelsőbb bíróságig is. Amire kíváncsi vagyok az, hogy kit fog beidézni a bíróság a tanácson kívül. Az eljárás szerint ugyanis minden ügyben be kell idézni az érintett feleket. Elviekben tehát Magyarország miniszterelnökét is be kellene idézniük, azonban mivel nemzetközi közjog alapján a mentelmi jog érvényesül, ahogyan a tanács előtt nem nyújtottak be véleményt, és nem is jelent meg senki a magyar miniszterelnök nevében, Asztalos Csaba szerint ugyanúgy a jászvásári táblabíróság előtt sem fog megjelenni senki Orbán Viktor nevében, és véleményt sem fognak küldeni. A mentelmi jog alapján ugyanis nem ismerik el a hatóságot.